Sziasztok! Képzeljétek el, hogy itt vagyunk a Debreceni Egyetem könnyűzenei intézetének, hát palotájában tulajdonképpen. <laughs> Na így még senki nem írta. És Sziasztok! vendégünk Wolf Kati, Sziasztok. A könnyűzenei intézet egyik oktatója, és hát Katival fogunk beszélgetni arra, hogy miért is jó ide járni hozzánk a Debreceni Egyetemre. Kezdjük is azzal, hogy ugye ez az első éve, a könyvüzeneti intézet ténykedésének. Viszont mm -hmm. téged már évekkel ezelőtt megkeresett az egyetem, Igen. amikor az alapokat elkezdték lerakni az intézethez. Igen. Hogy érezted magad akkor? Hát amikor először megkerestek, akkor már elkezdték akreditáltatni ezt, ami egy marahosszú folyamat mindenféle őrültségnek meg kell felelni, és akkor főhívtak, hogy hát indul ez, és már az is szerintem nagyon menő, hogy ez indul, mert amikor én befejeztem a, a gimit annak idején, és könyvüzenét akartam énekelni, sőt, akkor már énekeltem, és akkor nem volt ilyen lehetőség, és azóta se. Nem tudtál egyetemi szinten könyvüzenét tanulni. Tehát az is nagyon menő volt, hogy egyetem ez elindul, meg hát, hogy rám gondoltak tanának, az meg hát azért az, az, az ez egy ilyen nagyon, nagyon klassz dolog volt, tehát úgy éreztem, hogy így nő a májam. <laughs> és azt tudtam, hogy olyat keresnek, aki, aki könnyű zenében ténykedik, tehát hogy könnyű énekesnő, viszont kellett legyen Papírja, de ez csak komoly zene tudott lenni. Én komoly zenészként végeztem, ezért, mert nem volt ilyen suli. Tehát nem akartam jazzre menni, mert az távolabb állt tőlem, az egész családom zenész, addig is komoly zenét tanultam, akkor komoly zene. Úgyhogy én voltam az, aki könnyű zenei, tehát popénekesnő, de hogy a diplomám szerint szomorú zenész vagyok, de hogy van, van arról diplomám, hogy izé vagyok, zenetanár. És hogy jött az az egész, vagy mit gondolsz arról, hogy tégen, mint egy amúgy Magyarországon mindenhol ismert, és amúgy egyáltalán nem debreceni embert <laughs> kértek fel ide oktatónak? Egyáltalán nem fordult meg az agyamba, hogy ez ez ütközne, vagy hogy ez gáz, vagy valami lenne. A, igazából úgy voltam vele, hogy ugye nem csak itthon nem volt ilyen képzés eddig, hanem így közép-európában se. Úgyhogy azt gondoltam, hogy azt tudtam, hogy ez egy giga egyetem, Tehát, hogy egy nagyon létező tényező, és azt gondoltam, hogy azért az biztos. Az már eleve, akik felhívtak, akik elmesélték, hogy mi ez, az már eleve megadta a, a rangját a dolognak. Hogy ez nem egy, egy valami hirtelen jött ötletből, majd gyorsan haló valami, hanem hogy tényleg egy komoly dolog. És az, hogy valaminek a kezdetén él ott vagy, ugye ezt tényleg mi tettük össze, mi találtuk ki, mi legyen a követelmény, iszonyú jó dolgokat tanulnak a diákok, tehát, hogy még az is gondolkodtam, hogy lenne három-négy olyan dolog, amit lehet, hogy én is elvégeznék, tudod, olyan óra, ami, ami tök fontos, és nem volt annak idején, úgyhogy tök egyértelmű volt, hogy igazából jó lesz ide tartozni. És illet Ugye komoly zenészként végeztél, uh -huh. de könnyű zenében ténykedsz, ezt oktatod, még az alapvető kívül a legnagyobb különbségek. Uh -huh. Tehát miért éri meg amúgy a komoly zene uh -huh. ö, ellenére uh -huh. mégis a könnyű zenét választani? Azok a dolgok, amiket itt megtanulnak a diákok, az sehol nincs, és a komoly zenében nem tudod megtanulni. A tök máson volt a hangsúly, tehát itt olyan az elméleten kívül, ami egyébként mindkét helyen van, olyan gyakorlati dolgokat tanulnak meg a diákok, ami amivel szerintem iszonyatosan föl lesznek vértezve erre a szakmára. Például ez a stúdió, ahol ülünk, a állati jól fel van szerelve mindenféle hangszerparkkal az egész intézmény, az, hogy mondjuk stúdiózni valaki megtanuljon, az már eleve egy nagyon nagy for lesz neki. Én azért tudtam megtanulni ezeket a dolgokat, mert az apám ebben a szakmában ténykedik. De ha mondjuk az apukám nem zeneszerző, zenei rendező, zene, hangszerelő, nem csinál zenei műsorokat, akkor, akkor nem tudom, hogy ezeket hol tudtam volna megtanulni. A, egy csomó gyakorlati dolgot mi szépen lassan, egy évek alatt tanultunk meg mi, akinek nem volt lehetősége könnyen tanulni. Ezek a diákok pedig itt most három év alatt ezt mind magukba szívják. Produceri ismeretek, leülsz, és hogy kell egy dalt összerakni. Ezt én még most se tudom. <laughs> és ö, ö, tök jó lenne, mert odaülsz, mert az, hogy énekes vagy, jó, megtanulsz énekelni. De egyébként, hogy milyen hangszer, hogy hogy szóljon ma már, ma már ezek szerintem szinte elengedhetetlenek ahhoz, hogy hogy el tudj indulni, indulni tényleg jó versenyfeltételekkel. Poprok történetet tanulnak, rengeteg zenekari gyakorlatuk van. Azt mi mind a való életben tanultuk meg, hogy hogy kell együtt próbálni, mire figyelj, egy vokát, hogy raksz össze, hogy állsz kezdni ezt ők mind tanulják itt. Hú, de érdekes. Most Nem. már egyre jobban érdekes. <laughs> tényleg nagyon-nagyon klassz. Ö, nyilván azt tudjuk, hogy ez a képzés sehol máshol, máshol nem elérhető. Nem így hogy Magyarországon, van. de egész Kelet-Európában, Közép vagy Közép-Európában. Így van, így van. Így van. Ö, de ha mindezeket félretesszük, miért a Debreceni Egyetem? Mit gondolsz? Miért éri meg a Debreceni Egyetemet választani? Szerintem van egy nagyon nagyon saját világ a közöke és közösség ennek az egyetemnek. Azt szerintem nagyon fontos az életben, mindenféle területen, de zenében is. Hogy, hogy, olyan közösségbe tartoz, ami, ami ad egy, egy hovatartozást, tudod, hogy komoly közegben vagy, de mégis itt az egyetemen, például az, a könyvzeneintézetben kapnak, kapnak egy teljesen egyedülálló közeget. Komolyan vesztük ezeket a gyerekeket, együtt dolgozunk velük, együtt építjük ezt az egészet. Van egy, van egy nagyon erős kreativitás, közben Szabadságuk is van abban, hogy maguk fejlődjenek, uh -huh. de kapnak egy csomó segítséget. Szerintem az, hogy közösséghez tartoz, az, az nagyon fontos az élet összes területén. Az egyik legfontosabb. És lehet, hogy így fogják megismerni majd azokat a zenésztársakat, akikkel mondjuk együtt uh, indulnak el a tényleg. Utolsó kérdés. Van-e valami jó tanácsod a felvételizőknek? Hú! Mm, mindig azt szoktam mondani, hogy hogy nem egy jó hang ö, miatt lesz valaki énekes, hanem, hanem az énekes attitűd vagy habitus miatt, hogy valakinek az lesz a, az eszköze, a, a hangja lesz az eszköze arra, hogy, hogy magát kifejezze, és ezért azt keressük a felvételén, aki nem jól utánoz valaki <laughs> mást, hanem akiben van valami egyéni ö, átütő dolog, ami lehet, hogy még lesz mit tanulni az éneklésben, meg itt a csomó más dologban, vagy nem tud még úgy zongorázni, meg a szolfés nem tudja annyira, de hogy kell, hogy legyen benne valami erős önkifejezési eszköz, vagy valami, nem is eszköz, hanem valami, a nehéz azt megfogalmazni, minél érzett, hogy ez az ember, ez színpadra való, uh -huh. ez ott, ott fogja megtalálni magát. És mi azt segítjük neki kibontani, meg felvértezni. Ó, <coughs> oh, de szép! <coughs> Nagyon szépen köszönöm. köszönöm, Kati, hogy velünk tartottál. Nektek pedig végtelenül sok sikert, már tényleg nagyon kevés időtök van, de hát döntsetek jól, és gyertek a Debreceni Egyetemre. Így, így. Sziasztok! Hello!